Imáron 19. alkalommal kerül megrendezésre a Kistarcsai Napok programsorozat május 17-én és 18-án. A város idén az Európa a polgárokért uniós pályázaton nyert támogatást az esemény lebonyolítására. Ennek eredményeképpen még több program várja az érdeklődőket. 19. alkalommal szervezik meg a Kistarcsai Napokat. Miben változott ez az eddigi évekhez képest? Hát ugyebár mivel már sokadik kis napokat szervezünk ezzel a mostani csapattal, a mostani szervezőkkel, eddig már-már már rutinszerűen ment egy kis napok szervezése, persze minden évben volt valami sajátosság, de idén azzal, hogy a polgárok, Európa Polgárokért pályázaton is nyertünk rá támogatást, és így plusz programokkal, plusz résztvevőkkel, konferenciákkal, kiállításokkal készülünk e kapcsán. Így jelentősen megnőtt a megoldandó feladatok száma, így például a négy testvértelepülés Torjáról, Belusáról, Szent és Radomisúnát Szanemről érkező vendégeinknek az elszállásolását is, ellátását is meg kell oldani valamint ugye a konferenciákat meg kellett szervezni és elő kellett készíteni, és ez ugye azért jelentősen több lett feladattal jár. Milyen konferenciák lesznek a két nap alatt? Ö nagy részt a testvérvárosi kapcsolatokkal, a résztvevő országok közti együttműködéssel, együttműködési lehetőségekkel fognak foglalkozni. Itt a cél az, hogy közebb hozzuk az egyesületeket, civileket egymáshoz, hogy olyan kapcsolatok tudjanak itt kis, kis tartsán képülni, amik a jövőben, akár pályázatoknál, akár a, a civileknek a saját életük, ben is segítséget tudnak nyújtani. Miért fontos ez kis ez a kis napok, hogy már a 19. alkalommal is megrendezik? Itt igazából én úgy érzem, hogy van egy külön városávatási avatási évfordulónk, ugye, amit ősszel szoktunk ünnepelni, de a igazi kistarcsai napok azok a kistarcsai napok, tehát ezt a, a ezt a hagyományt annó még a Kistarcsi Kulturális Egyesület indított el, és úgy vette át aztán az önkormányzat évekkel később a szervezését, de ettől függetlenül a kike az a mai napig szerves részét képezi, a programnak, tehát többek között a kiállításokat mai napig ők szervezik, amik minden évben színesek, színvonalasak, tehát egy nagyon fontos része a Kis Tartsai Napoknak. De persze, amilyen tudnak segítenek nekünk a szervezésben is. Milyen finanszírozásban jön létre a Kis Tartsai Napok? Egyrészt van az önkormányzatnak a saját költségvetésében erre egy összeg minden évben elkülönítve, amit igyekszünk azért, a, ahogy ugye drágul a világ úgy folyamatosan ennek megfelelően növelni, hogy a színvonat tartani, illetve növelni tudjuk. Ezen kívül a helyi vállalkozók azok, akik támogatják a rendezvényt, van, aki anyagilag támogatja, van, aki pedig szolgáltatásokkal van, pedig aki a szervezésben vesz részt, mint például a Park, aki gyakorlatilag egy kis színpadként működik egy másik helyszínen, és ott is lesznek fellépők, mint helyiek, mint pedig sztárfelépők, tehát így még színesebbé teszik a programot, de van, aki a, színpadban szokott segíteni, van, van aki a zellátásban, tehát igyekszik mindenki kivenni ebből a részét, illetve idén ugye bejött az EU-s támogatás is, amivel még színesebbé tudjuk tenni a programot, tehát azon kívül, hogy ezeket az előbb említett civil egyesületekkel kapcsolatos, illetve testvértelepülési konferenciákon kívül meg tudtunk valósítani olyan dolgokat is, amik idén ne, idáig nem voltak. Például idén lesz egy, ha jól emlékszem, 15 négyzetméteres fal fölállítva, és két operatőr fogja folyamatosan venni a koncertek fellépések közben hol a színpadot, hol pedig a tömeget, ezzel is közelebb hozva az élményt azoknak, akik mondjuk esetleg távolabb állnak majd a színpadtól. A rendezvényt a megelőző napokon már számos érdekes és hasznos program várja a látogatókat. Tehát már az elő, megelőző napokban ö, elindulnak a programok. Csütörtök-pénteken lesz iskolák közötti vízilabda lesz úszóverseny, de például már kiállítás megnyitó hagyományosan pénteken meg fog történni, amit akiket szervez. Amit még nagyon fontosnak tartanék elmondani, hogy már is hagyomány a kis napokon, hogy az iskolában egészségügyi programokon is részt lehet venni, tehát ingyenes szűrővizsgálatokon lehet részt venni, illetve hát vannak térítéses vizsgálatok is, de mondjuk ezek azok, amik ez a, 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 a kisebb szám, tehát nagy részt a legtöbb szűrővizsgálaton ingyenes részt lehet venni. A polgármester úrral rendszeresen mi is azért ezen részt szoktunk venni, hol magunk miatt, hol pedig azért, mert kezdést népszerűsíteni, hogy az emberek, ha a hétköznapokban, a rohanó világban nem is feltétlenül érnek rá, vagy van rá energiájuk, hogy, hogy maguktól elmenjenek ilyen szűrővizsgálatokra, akkor itt a kis napokon két koncert között mondjuk ezt például meg lehet tenni. Milyen főbb helyszíneken zajlanak majd a programok? Hát igazából elmondható, hogy kis a szerte, hiszen lesz az önkormányzat épületében, lesznek konferenciák, lent a lovas udvarban nagy tartsa fele is lesznek programok, akkor, mint említettem, a Szekeres parkban is lesznek programok. Ugye az ifjúság tér a fő helyszín, valamint ugye az iskolában és annak udvarán, az Uszodában. Tehát ezek azok, amik a, a, a fő helyszínek. Igyekszünk általában a helyi buszjárattal úgy egyeztetni, hogy a közlekedés azoknak, akik nem autóval jönnek, vagy esetleg mozgásukban korlátozottak, akkor ők is el tudjanak minden helyszínre érni. A kis napokról nem hiányozhatnak a koncertek, előadások, bemutatók sem, amelyek minden korosztály számára tartalmas szórakozást garantálnak. Általában igyekszünk Sziládi Lászlóval minél színesebben összeíteni a programot, hogy lehetőleg minden korosztály, minden ízlés megtalálja a neki tetszőt. Persze lehetetlen, hogy, hogy mindenkinek a, a, az igényeit ki tudjuk elégíteni, de azért igyekszünk törek, törekedni rá. Idén a fő fellépők az Edda, a Republik, a Compact Diszkó, Vastag Csaba, a Róz, Uh... Tehát igazából elég színesre sikeredett, és igyekszünk általában úgy elosztani a programokat, hogy mind szombat, mind vasárnap este egy nagyon kellemes bulival zárjuk a napot, de ugye akkor azért kiemelném, hogy napközben nagyon sok helyi, illetve környéki egyesület csoport lép fel, és általában, tehát az elmondható, hogy ők is nagyon nagy érdeklődésre tartanak számot, tehát nem csak este, napközben is érdemes kimenni, hogy megnézzük azt, hogy a a, a évről évre mennyit fejlődtek, és hova jutottak el az előző évhez képest. Én mindenkinek ajánlom azt, hogy már napközben is jöjjön ki mindenképp. A részletes programokról a város honlapján, illetve a postai úton eljutatott programfüzetből tájékozódhatnak.